Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. Mai műsorunk középpontjában az egészség, a megelőzés és az intőjelek állnak. Stúdiónk vendége Cseh József doktor, nyugalmazott főorvos, onkológus főorvos. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást is. Én is köszöntöm a nézőket. Ugye azt is el tudjuk mondani, korábban 2008-ban készítettünk önnel egy beszélgetést, ahogy a mostani beszélgetésre készültünk, hogy az onkológiai osztály megálmodója, megalapozója is volt, de hát hogyha a mostani időszakra gondolunk, a kézenfogva onkológiai klub megálmodója, klub működtetője, illetve a Rák ellen Fejér megyében és térségében alapítvány kuratóriumának elnöke is ön egy személyben, tehát azt gondolom, hogy a témát mindenféleképpen megpróbáljuk kimeríteni, és a nézőknek egy kicsit felhívni a figyelmét szeretnénk majd arra, hogy miért is fontos az, hogy odafigyeljünk önmagunkra, az egészségünkre, és hát talán a legfontosabb dologra, a megelőzésre, főorvos úr. Igen, hát az onkológiai klub az már a folyamat vége. Ott már a lelki rehabilitáció történik, tehát az a millió, ahol a gyógyult és tünetmentes daganatos betegek egymásnak örülnek, és egy olyan felügyelet alatt vannak, ahol bármilyen recidívára, vagy tehát daganatos kiújulásra, vagy egyéb olyan jelenségre fény derülhet, ami esetleg a daganat kiújulására utal. Na most ezt úgy tudjuk biztosítani, hogy a klubvezető szintén egészségügyi dolgozó, és állandóan felügyelet alatt vannak azok a gyógyult betegek, akik egyébként klubfoglalkozás kapcsán élik ott a, ha nem is mindennapi, de minden hétfői életüket. De most kanyarodjunk vissza, ugye ez a folyamat vége, amikor már a betegek meggyógyultak, hanem az eleje az a prevenció, és hát annak kétféle változata van, van a primér prevenció és a szekundér prevenció. Akkor vegyük ezt rögtön két részre. Igen, a primér prevenció az, amikor a daganat kialakulását segítő környezeti tényezőket megpróbáljuk kivonni. Ez pedig egy össztársadalmi feladat, tehát ez valójában inkább az egészségügyi kormányzatunk feladata, amihez nagyon-nagyon ért, és nagyon sok olyan intézkedést hoznak, ami következtében azok a rákkeltő anyagok kikerülnek a környezetünkből, az élelmiszerekből, vagy a dohányzás elleni küzdelem, amit látjuk nap mint nap, halljuk, hogy milyen intézkedéseket hoznak. Hála Isten, most már a vendéglátóipari egységekben nem lehet dohányozni, és nagyon sok segítséget nyújtanak azoknak, akik szeretnének leszokni erről, ugye? Ez mind primér prevenció. Sőt, van egy csodálatos dolog, pont tetszett említeni, hogy mikor beszélgettünk, ez 2008-ban volt, és akkor kapott Nobel-díjat Herald zu Hausen, mégpedig a humán papilloma vírus oki összefüggése miatt, mégpedig a méhnyakrák, majd később kiderült, hogy nem csak a méhnyakrákkal van összefüggésben, hanem végbélrákkal, a szájüregi daganatokkal, tehát sok olyan laphám eredetű daganattal, és ezért ő akkor Nobel-díjat kapott. Ez egy mérföldkő volt. Ez egy mérföldkő volt, igen. Na most kell tudni azt, hogy nagyon izgalmas, ha már szóba hoztam a Nobel-díjat, hogy a humán papilloma vírus valójában egy rákkeltő anyag. Hosszú ideig úgy gondoltuk, hogy a daganat az nem fertőző, ugye, hát azt nem úgy kapja el az ember, hanem tudtuk, hogy az egy genetikai megbetegedés, mégpedig valahol ott a kromoszómákkal van baj, és hogyha azok ott megtévednek, és folyamatosan arra készítik a sejteket, hogy osztódjanak, abból daganat lesz. Na most hogy jön ide a HPV? Ugye, a humán papilloma vírus. Az egy, ma már nagyon sok törzsét ismerik, és azok közül van néhány, amelyik olyan esendő, hogy különböző behatásokra, például ionizáló sugárzás hatására eltörik az ő gén struktúrájuk, ez egy DNS vírus. Úgy képzeljük el, hogy van egy gyűrű alakú struktúrája, jön egy ionizáló sugárzás, és ezt eltöri. Na most, amelyik vírus annyira esendő, hogy könnyen eltörik, és ezáltal linealizálódik, azok pont az igazán magas malignitású vírusok. Tudnélik, ez a génstruktúra szépen hozzáfekszik a genomnak a DNS-éhez. A genom az a saját sejtünk, a genetikai anyaga,
ami a bazális sejtmembrán mellett helyezkedik el, és állandóan osztódik, ugye, és akkor az egyik sejt jön fölfelé, a másik mindig ott marad, megint osztódik, és hogyha ehhez a bazális sejtnek a genomjába ez beépül, ez a kis szakasz, abból a DNA, a HPV DNS-ének a kis szakasza, akkor ezáltal egy olyan utasítást kap az a sejt, hogy határtalanul elkezd osztódni. Tehát valójában úgy fertőző, hogy egymástól a betegek elkaphatják, igen, és hogyha hosszú ideig ott tud táborozni ez a vírus, annak ellenére, hogy semmit nem csinál. Azonban, ha véletlenül jön egy ilyen ionizáló sugárzás például, vagy más rákkeltő, ami eltöri ezt a sugárzást, hirtelen megindul a marinizálódás. És akkor nagyon komoly gondot tud okozni. Igen. Pontosan. Na most ezzel, egy kicsit részletesen foglalkoztunk ezzel, de ez azért fontos, mert hála Isten most a HPV elleni védőoltásokat kidolgozták, és most már nem csak kettő, most már három védőoltás fajtánk is van, és az egészségügyi kormányzatunk megfinanszírozta, hogy a kislányok, sőt, ma már a kisfiúk is megkaphatják. Tehát a jövőben reméljük, hogy nem fogunk találkozni méhnyakrákkal, vagy más olyan daganattal, ami a humán papilloma vírus által keltett daganat. De akkor ez is fontos ez eszköz a megelőzésre. Ez a primér prevenció volt, ugye? Na most persze más intézkedés is van, a különböző ilyen rákkeltő anyagoknak a eliminálása a környezetből, ez egy központi feladat. Ezzel mi, mint egyszerű halandók nem tudunk mit kezdeni, ez egészségügyi kormányzatnak a feladata. A másik, a szekundér prevenció, az pedig a szűrés maga, na ezért tudunk tenni. Azonban nem mindegy, hogy milyen daganatot szűrünk. Olyan daganatot érdemes szűrni, amelyiknek van olyan rákelőző állapota, amelyiket ha mi időben észreveszünk és meggyógyítunk, akkor a betegnél nem alakul ki a daganat. Ha olyan daganat találunk szembe, amelyiknek nincs ilyen állapota, akkor az már nem szűrés, akkor annak a daganatnak már valamilyen tünetét kell észrevennünk, és az már egy kivizsgálás valójában, egy daganatos beteg kivizsgálás, amikor már tünettel fordul az orvoshoz. Tehát a célunk az, hogy azokat az utcán sétáló embereket, akik úgy gondolják, hogy semmi bajuk az égvilágon nincsen, becsalogassuk egy olyan központba, vagy pedig más módszeren érjük utol őket, hogy azok a vizsgálatok megtörténjenek, amelyek eredményeképpen felfedeztük a rák előző állapotot, vagy pedig olyan korai rákot, ami még egy helyben maradó, ami még 100%-osan gyógyítható. Főorvos úr, akkor mit érdemes szűrni? Igen, nagy, hála Isten, pont azokat a daganatokat, legalábbis, ha nem is mindet, de azokat, amelyek a leggyakoribb, ugye az emlődaganat, a kolorektális, ez a gyomor-béltraktusban kialakuló daganat, a nőgyógyászati méhnyak, rák például, ugye, vagy a prostata, ami a férfiakat érinti. Sajnos van köztük a tüdő, ami nagyon gyakori, ugye emlőtüdő, kolorektális, prostata, a sorrend, és ezek aztán elől egyik évben, egyik másszor, a másik van az élen. A tüdő daganatok szűrése az még nem egyértelműen megoldott. Azok az államok, ahol olyan spirál CT-k vannak, ahol nagyon lágy sugárral és képerősítőkkel ki tudják mutatni a korai daganatot, azt elnevezhetjük szűrésnek, de ugye nagyon drága eljárás, nagyon sok embert kell behívni, hiszen egy szűrés hatékonysága a populáció 70-75%-át utol kell érnünk, és ehhez óriási kapacitás kell. Valamikor a tüdőszűrést, ugye az a TBC-re találták ki, de természetesen a tüdődaganatot is egy felvételen észre lehet venni. Egy centiméter átmérőjű daganat már egy egyszerű képernyő felvétellel látható, azonban a probléma az, hogy ennek a tüdődaganatnak az élete, amíg az kialakul és szerencsétlen beteg esetleg ebbe belehal, az egy centiméteres daganat az életének, a daganat életének a 90%-ánál tart. Tehát azt, hogy mi szűrjük, nagyon-nagyon korábban kellene észrevenni. Tehát a tüdődaganattal ez a probléma. Na most a kolorektális daganattal hosszú ideig tervezték, hogy elindítják a kolorektális szűrést. Itt első, ez több lépcsős. Első lépcsőnél a székletvérvizsgálatot kell elvégezni. De nagyon jól tudjuk, hogy a székletben
egészen a szájüregtől kezdve a végbélig mindenhonnan származhat vér. És egyáltalán nem biztos, hogy az a daganat miatt van. Vérzik valakinek a fogínye, vagy valamilyen más forrása van annak a vérnek. Na most ezért, ha székletvérvizsgálat pozitív, akkor egy endoszkópos vizsgálatot kell csinálni. Az a következő lépés, és most már fölkészült az államunk arra, hogy különböző központokban ezeket a székletvér pozitív betegeket kivizsgálják, mert úgy nincs értelme elindítani a szűrésnek, hogy az első fázis tudjuk, a másikat, pozitív, meg nem. A másikat meg nem tudjuk, és utána szegény tele van karcinofóbiával, hogy most daganaton van, és hosszú-hosszú időpontokat kapna előjegyzésre, hogy még egy béltükrözés lesz, hát ki szeretné azt átélni, tehát addig nincs értelme elindítani, de ha már megvannak a feltételek erre, hogy tudjuk a következő lépést is, akkor el kell, és most már itt tartunk, úgyhogy már nagyon sok betegnél megtörtént ez a vizsgálat, és nagyon sok korai daganatot észre lehet venni, mert a kolorektális daganatoknak is az a lényege, hogy van rákelőző állapota. Esetek zömében ilyen polipok keletkeznek, ezek aztán van, ami familiáris, tehát örökletes és a családba előforduló, na azt a családot alaposan kell vizsgálni, és van, ami nem örökletes, de általában a polipokból származik, és szerencsére a polipnak a fejénél kezdődik, és amíg az a nyakáig daganatossá átalakul, addigra, ha észreveszik, és egy endoszkópos vizsgálattal az egy kis hurokkal lecsíphető, eltávolítható, szövetlenül földolgozható, akkor már is meggyógyult a beteg, és tudjuk, egy olyan korai daganat volt ez, őt bizony érdemes gyakran visszahívni, és ezáltal egy hosszú-hosszú daganatmentes életet tudunk biztosítani. Nyilván, hát, mert hogy időben észreveszik, és akkor onnantól kezdve már tudják, hogy fokozaton kell odafigyelni. Hiszen ez köztudott, ugye, hogy minél koraibb a daganat, annál jobban legyógyítható. Ugye? És minél koraibbat veszünk észre, annál olcsóbb az eljárás, mert minél előre haladottabb daganatot veszünk észre, annál drágább a gyógyítás, a műtét, ami ugye nagy három lábon áll, a kemoterápia, a sugár, a műtét, és még immunterápia, ez a nagy sláger ma már, az immunkezelés, hiszen az lenne a csodálatos, hogy nem mindent vágni és csonkítani, hanem a daganatot jó útra téríteni, hogy az fejlődjön vissza. De ez az kell, hogy a mi saját immunrendszerünk azt észrevegye. És senki ne higgye azt, hogy ő benne daganatsejtek nem keringenek. Nem. Nagyon-nagyon sok emberbe keringenek, de az immunrendszer, a T-limfociták észreveszik, elcsípik, és elpusztítják, apoptózisba küldik, vagyis ilyen programozott sejthalálba azokat a sejteket, amelyek nem gyógyíthatók, hiszen a szervezet saját maga is próbálja gyógyítani azokat a megtévedt géneket. Mondtam, hogy a daganat az genetikai betegség, az nem sebészeti betegség, az egy génhiba. Elindít, jön az utasítás, hogy szaporodjon. Na most, hogyha ezt ki lehet javítani, vannak olyan reparáló mechanizmusok, ami helyrehozzák azokat a génhibákat. És ha ez sikerül, az csodálatos. És hogyha nem sikerül, és ezt látja mondjuk az a T-limfocita, hogy hiába küzdök, nem lehet reparálni, akkor irány a programozott sejthalál. És utána kering a daganatsejt, majd eltűnik, és nem daganatos az illető. Na most, hogyha ez az immunrendszer nem jó, nem veszi észre, akkor ezt nem tudja kiszűrni. Akkor nem tudja kiszűrni. Igen. Ugye ezekről beszéltünk, de például, ha belegondolok így a statisztikákba, akkor mindig az van, hogy mondjuk ugye mammográfiai behívót hány és hány hölgy kap, és akkor utána megolvassuk, hogy hányan és hányan nem élnek ezzel a lehetőséggel, pedig ez is talán a megelőzésnek egy nagyon fontos állomása. Igen, a sorrendben felsoroltuk, hogy az emlő kolorektális tüdő, stb. Hát az emlőről nem beszéltünk még, pedig az aztán igazán rutinszerűen megy. Most már ugye minden két évben 45 és 65 év közötti hölgyek behívót kapnak. Hát azok, akik felelőtlenül nem mennek el, az bizony nagyon nagy hiba. Ezt ők nagyon-nagyon meg fogják bánni, hogyha véletlenül pont náluk alakul ki. Ugye hát hozzávetőleg minden tizedik nőbe alakul ki emlődaganat. Hát erre azért komoly esély van, hogy valaki pont a tizedik legyen, de ugye 9-nél nem alakul ki. Hát hogyha ő pont azok közé esik, akkor szerencsés, de senki nem tudja garantálni. Tehát igenis mindenki menjen el, mert a tapintással történő vizsgálat, amire tanítjuk, az önvizsgálat, ami mindig a menstruáció utáni első napokban tanácsos, akkor lehet a legjobban áttapintani a női emlőt,
csak egy centiméternél nagyobb daganat, amit úgy észre lehet venni. Természetesen, ami nagyon a felszínen van, a kisebbet is észrevenni, de hát azért a térfogatában, a mélyben sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ott lehetne felfedezni. Tehát fizikális vizsgálattal egy centiméter körüli daganat észlelhető, még mammográfiával, még az egy helyben maradó daganat, az in situ DC-es is észrevehető, vagy az arra utaló kis jelek, amilyen kis mikrokristályok, és abban a pillanatban már onnan szövettani mintát lehet venni, és időben észlelt daganat 100%-osan meggyógyítható. Hiszen hát emlékszünk, hogy 30 évvel ezelőtt, ha valakire kimondták, hogy egy rossz indulatú daganata van szinte, a környezete sajnos az már ilyen halálos ítéletszerű dolog volt, bocsánat, halálos. Hogy így fogalmazom, hát de talán és utána a munkahelyen letagadták, nem beszéltek róla, már hiszen már nem kapott volna akkor olyan feladatokat, már hát hiszen nem bízzuk már rá, mert ki tudja, meddig él, vagy a megbélyegőződött a családon belül, de ma már hát a daganatos betegek egyharmada 100%-osan gyógyítható. Másik harmada nagyon hosszú, értékes idő. Az utolsó egyharmad az, ahol aránylag kevesebb sikert érünk el, de ez zömében az előre haladott daganatok, vagy olyan ritkább, de nagyon malignus daganatok, ami rohamosan megy előre, ő közülük származik az egyharmad. Aztán, hogyha már a női betegségeknél és a nők felelősségénél tartottunk, talán a méhnyakrák megint csak egy ilyen pont, ami egy szűréssel felismerhető, vagy időben felismerhető, és ez is egy olyan, hogy mégiscsak az is kevesen élnek vele, kevesen mennek el, és nem veszik komolyan. Igen, hát a méhnyakrák szűrés volt az első, még az a mammográfiás szűrés előtt is, hiszen ok nélkül ez volt az első olyan daganat típus, ami rákelőző állapotban észre volt vehető. És hát mivel nőgyógyászati megbetegedés, ezért a nőgyógyászokból lettek valamikor az onkológusok. Én is így jártam, amit nem bántam meg természetesen. És akkori rákszűrés az egyrészt kolposzkópos, az egy német eredetű, egy nagy nagyítással és vegyszerekkel kell kezelni a mészájt, azáltal előjön a mészájon levő rákelőző állapot, mint ahogy régen a filmet az előhívóba előhívták, és egyszer csak jön elő a kép, és ugyanúgy lehet látni a kolposzkóppal, hogy ott egy rákelőző állapot van. A citológia, amit levettünk, korábban egy exfoliatív citológia volt, ami azt jelenti, hogy csak ami levált olyan hámsejtet, most egy ilyen cervix brussal, kefével egy kicsit erőszakosabban vesszük azokat a sejteket, hogy többhöz hozzájussunk, tárgylemezre lekenve, egy akkreditált citológiai laborba kell elküldeni, ahol megfestik és megnézik, és ott pontosan le tudják írni, hogy ugye tudjuk P1, P2, az út a Papa Nikolaus szerinti osztályozás, ugye a P3 volt a gyanús, a P4 az már rossz, a P5 meg az egyértelmű daganatsejtek. Ma egy kicsit másképp értékelik ez a Bethesda szerinti rendszer, az egy leíró jellegű, tehát minden beteg anyagánál egy kis történetet írnak le, tehát nem olyan egyszerű, hogy azt mondjuk, hogy P1, P2, ugye ez azért van, mert hát a biológiában nem úgy van, hogy 5 osztályozás és ide vagy ide tartozik, hát a kettő között is vannak dolgok. Vannak azért dolgok. Igen, hát akkor ezért ezt leírják, de a beteg ezt nem szeretik. Nem szeretik, mert sokkal egyértelmű volt számukra, a P1, P2, akkor nincs baj, P3, akkor itt még vizsgálódni kell, P4, P5, de itt valamilyen műtét lesz. Tehát ők pontosan tudták, meg tudják máig, ezért meghagytuk mind a kettőt. Úgyhogy van leíró jellegű is, meg van Papa Nikolaú szerinti beosztás is. És utána, ha már kiderült azt, hogy mi okozza a méhnyakrákot, akkor a legegyszerűbb, ha csinálunk egy HPV tipizálást. Hogyha a humán papillóma vírus olyan csoportja, amely képes rosszindulatú daganatot elindítani, jelen van, akkor egészen másképp nézzük még a P2-t, a P3-at is, vagy a P2 és a P3 közötti leírást is, mint hogyha tudjuk, hogy nincs jelen ilyen vírus, mert hiszen majdnem 100%-ban megtalálták a méhnyakrák szövetei között a humán papilloma vírus. Tehát annak ott kell lenni, az indította el. Ezért részévé vált a szűrésnek a humán papilloma vírus tipizálása is. Ugye most itt a megelőzésről, szűrővizsgálatokról beszéltünk. Mi az, amit tud tenni az ember? Nyilván elmegy, és részt vesz, minél több ilyen lehetőségen él a számára adott lehetőségekkel, gondolom én. Igen, hát ez mindenkitől elvárható. Ugye a
férfiak prostatarák szűréséről még nem beszéltünk, arról is érdemes azért, mert a PSA egy tumormarker, amely esetleg megemelkedhet a prostata daganatos beteg esetében, de ez sem 100%-os, ezért ezt egy rektális vizsgálattal ki kell egészíteni, és egy korszerűbb eljárással pedig egy rektális, végbél az a rektális, a végbélbe juttatott, nagyon vékony, ultrahang fejjel meg kellene nézni, tehát ez egy kicsit már kényelmetlenebb, és ez a hármas az, ami teljessé teszi a prostatarák szűrést. Na most tetszett említeni, hogy milyen tünetek. Na, amikor már tünetek vannak, akkor az már valószínű, hogy valamilyen daganatnak egy kivizsgálását jelenti. A tünet aztán vagy daganathoz vezet, vagy máshoz. Nem biztos, hogy daganat okozta mondjuk azt a helytelen vérzést egy nem menstruációs időszakban a nőktől, vagy egy olyan sebb kialakulását, amely nem akar gyógyulni. Az már mind gyanút kelt arra, hogy ott egy daganat van. Ez egy kivizsgálása, ébben történő eltávolítása, az már a szakrendelői feladat, és ott az már a daganat diagnózisa. Ugye? Vagy fontos beszélnünk, ha már a bőrön kialakult dologról beszélünk, a melanóma szűrésről, ugye, ami tudjuk, hogy erős napsugárzás, vagy a szolárium, bizony a szoláriumot nem javaslom senkinek se, hiába vannak csodálatos ilyen árnyékolt, meg olyan szűrővel rendelkező szoláriumok, bizony elindítják a malignizálódását egy-egy anyajegynek. Úgyhogy nagyon óvatosnak kell lenni, és hát a melanóma az nem csak fekete, létezik olyan is, ami egészen világos, vagy amelanotikus, nem festékanyaggal rendelkező, mégis melanóma. Tehát legjobb, hogyha szakemberhez fordulunk, bőrgyógyászok végzik ezeket a szűréseket, ilyen megfelelő dermatoszkóppal, nagyítással látják, és az, amikor a sejtek osztódnak, és látszik, hogy nem fér el ott azon a területen, csak úgy fénylenek a kis gyöngyszemek ott, mint igen, ez látszik, hogy ott a sejtek erőlködnek, nem simulnak úgy bele, na ezek a gyanús dolgok. Igen, éppen, hát gyakorlatilag, igen. Hogyha az ember elmegy, akkor ez már a bőrgyógyász feladata, felismerni, és akkor igen. Utána gyakorlatilag akár egy ilyen néhány órás sebészeti műtétel, ezt kiszedik, megvizsgálják. Esetleg zömében ambulánsan megoldható, egy kis lokálba, helyi érzéstelenítésbe, aztán egy varatszedés, és boldogan megy haza, hogyha az nem daganat volt, vagy hogyha igen, és az ébben volt, és negatív, akkor megint boldogan megy haza. Igen. És hát ez is csak odafigyelést igényel az ember részéről. Igen. Érdekes persze ez a melanoma, mert sokszor olyan helyen is előfordul, ahol a napsugár soha nem látta. A végbélen belül például, vagy a hüvely belső falán, vagy a köröm alatt sok helyen előfordul. Tehát ezért ezt bőrgyógyász szakembereknek kell megnézni. És más szakterületnek is gondolni kell erre. A nőgyógyász is, a proktológus is gondoljon erre, ha ott valami ilyen furcsa dolgot lát. Néhány intőjelet már említettünk, ugye a köztes vérzést, vagy ugye még a beszélgetésünk elején a véres székletet, de mire érdemes még odafigyelni, főorvos úr? Hát az emlő, ugye végigveszünk a lokalizációkat, hogy mi az emlőnél, saját maga vegye észre, hogyha az emlő sziluettje nem olyan, mint eddig, álljon meg a tükör előtt, és nézze meg, és ott egy kis horpadás van, az már gyanús lehet. Ne úgy képzeljük el a rossz indulatú daganatot, hogy egy cseresznyényi, kemény, feszes, gömbölyű, nem. Ami ilyen, az esetek zömében jó indulatú. Az vagy ciszta, vagy fibroadenoma, vagy lipóma, tehát egy zsírdaganat, nem. A rossz indulatú daganat jellemzője, hogy nem respektálja a környezetet. A jó indulatú az csak szétnyomja a környezetet, ott fészkelődik, nő, és nyomási tüneteket okoz. A rossz indulatú odaérkezik a falhoz, és fogja magát belenő. Belenő a csontba, belenő a kötőszövetbe, és ilyen lábakat bocsát ki, és nem tudjuk, hol a határ. Tehát az emlőnél ott a sziluett, nem olyan a vonala, hanem egy kis horpadás, mint egy kis tölcsér, azt valami behúzta. Ugye, vagy hát ha bár kisebesedett, arra gondolni kell, hogy esetleg ott valami rossz indulatúság van, főleg a nem gyógyuló sebek. A tapintásnál, vagy egy olyan indirekt jel, ahogy a végig simatja az ember az emlő bőrét, és kicsit megpróbálom összehúzni, és nem úgy puposodik, mint ahogy normálisan egy bőr,
hanem ahogy összehúzom, behúzódik. Tehát pont egy retrakciós jelet látok. Az már gyanús. Tehát ezeket kell észrevenni az emlő önvizsgálatánál is, és menni szépen a szűrésre, de hát ilyeneket nem fognak a nők észlelni, hogyha elmennek két évente szűrésre. Mert ennél hamarabb már a mammográfia észreveszi. Persze, az sem 100%-os, ne higgyük azt, hogy ott nincsen olyan hibahatár, meg lehet magyarázni, hogy mi az, amiért nem lehetett azt akkor ott látni éppen. De a 99%-ban megtalálják, és hát ez nagyon fontos. Amit még a beszélgetésünk elején említett, ugye, hogy gyakorlatilag a végével kezdtük, hiszen akkor említettem a klub foglalkozásokat. Igen, hát ez már a rehabilitáció része. Igen. Hát itt a két végéről beszéltünk. Ugye kettő között van az a hatalmas, nehéz feladat, amikor meg kell a beteget operálni, dönteni arról, hogy a távoli áttétek jelen vannak ugye a kivizsgálás részeként, akkor ha már előre haladott a dolgot, akkor kemoterápia kell, hiszen a kemoterápiás szereket a vér viszi majd oda mindenhova, hogy ott megfékezzük a folyamatot, vagy hogyha kombinálni lehet a sugárkezeléssel a kemoterápiát, a műtétet, annak a megfelelő sorrendjét meghatározni. Hát ez egy aránylag időben rövid, de nagyon nehéz a beteg részére, nagyon nehéz időszak. Igen. Ami előtte van, az ugye egy hosszú folyamat, a szűrések, a diagnózis, és ami mögötte van, az meg a rehabilitáció, amikor akár mozgásszervi rehabilitáció lehet az amputációk után meg. És vagy sztómás rehabilitáció hozzászoktatni ahhoz, hogy a bél véglegesen ki van barva a hasfalra és annak a kezelése, és ehhez hozzászokni a környezetet. Ma már olyan gyönyörűen megoldható, hogy senki észre sem veszi, hogy az illető egy sztómás beteg. De mindezt lelkileg is rehabilitálni kell, hogy a beteg ezt ne tragédiának élje meg. És ehhez nyújt segítséget a környezet, sokszor a betegek egymást segítik ebbe. Nem csak pszichológus, vagy pszichiáter, vagy egészségdolgozó, hanem azok a betegek, akik átélték ezt, és már a megoldásokat tudják, és egymásnak tanácsokat adnak, hát erre nagyon jó az onkológiai klub. Meg talán jobban el is fogadják egymástól, nem? Hiszen érintett, vagy nyilván igen, mástól is, de jobban ráéreznek. A klubban egy ilyen beszélgetés indul, és a vége mindig az, de akkor most menjünk és kérdezzük meg vagy a klubvezetőt, vagy amikor mi onkológusok ott vagyunk, vagy hívunk más lokalizáció szakembert is, belgyógyászt, sebészt, vagy pszichiátert, és akkor velük megbeszélik ezt. Még egy így a beszélgetésünk, mert sajnos műsoridőnk rohan. Mikor érdemes felkeresni ezt a klubot? Mikor tartják a klub foglalkozásokat? Minden hétfőn, igen, szóba került, hogy esetleg ritkítani, de annyira ragaszkodnak hozzá, és én is ezen vagyok, hogy legyen egy rendszeresség minden hétfőn a Szabad Művelődés Házában délután 3-kor kezdődik ez a foglalkozás, és 4-5-ig, attól függ, hogy meddig érzik jól magukat, és utána kirándulásokat szerveznek, karácsonyokat, ünnepeket, minden névnapot, születésnapot megtartanak, úgyhogy, és ez mind-mind alkalom arra, hogy egymást gyógyítsák. Ami fontos, ugye? Ami a legfontosabb. Ami a legfontosabb, hogy lelkileg jól érezzék magukat a családba és a társadalomba. Köszönöm szépen, főorvos úr, hogy elfogadta a meghívásunkat, és egy áttekintőt adott itt nekünk. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Nézőink pedig megköszönöm, hogy velünk tartottak. Fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is várjuk Önöket itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!